27 ország 850 versenyzője állt rajtkőre a december 14-e és 17-e között zajló 7. Győr SciTech Open úszóbajnokságon. A sportág legsikeresebb hazai versenyzője is megmérettették magukat. Híradónk stábja nyitónapon járt a Győri Aqua Sportközpontban, ahol Szász Mátét, a verseny névadó szponzorának kereskedelmi igazgatóját kérdezte a komoly együttműködésről. Azt látjuk, hogy az úszósport az egy nagyon teljesítménye orientált sport, és nagyon jól mérhető, nagyon objektív alapokon mérhető a teljesítmény, hogy a stopper az nem hazudik. És ez az a sportág, ahol a táplálékkiegészítők által nyújtott teljesítményfokozó előny, az kristálytisztán gyakorlatilag minden egyes versenyen megjelenik. És éppen ezért azt látjuk, hogy az úszók részéről nagyon nagy a nyitottság táplálékkiegészítő használat iránt. Természetesen ott volt a versenyeken a Magyar Úszószövetség utánpótlás kapitánya is, aki szerint az egyik legrangosabb úszó eseménye ez az évnek. A Magyarországon biztosan a legfontosabb cikluszáró verseny, tehát ez az esemény, ahol a versenyző fel tudja mérni, hogy 2016-ban mennyi munkát végzett el, és azt gondolom, hogy a körülmények, mind a melegítőmedence, mind a szervezés, mind az omega rajtkövek, omega falak, a lehető legjobb szereplést biztosítják. Igaz, eddig minden évben indult, idén azonban nem versenyzett, de egy fárasztó szezon végén a partvonalról biztatta társait Jakabos Zsuzsanna. A győri úszóese kiválósága híradónak a versenyen szerzett korábbi tapasztalatairól beszélt. Látható, hogy mennyien vannak, nagyon sokan kedvelik ezt a versenyt, mert hát egy jó medencében, egy jó úszodában, jó körülmények között lehet versenyezni, és ugye ez egy 25-ös szezon, tehát a rövidpályás szezon végén van, és ilyenkor kipróbálhatják magukat a versenyzők, hogy a 25-ös idők azok mit érnek 50-es medencébe, úgyhogy szerintem nagyon jó helyen van ez időben is, és helyszínileg is. A verseny láthatóan továbbra is nagyon népszerű az úszók körében, ráadásul idén minden eddigi rekordot megdöntöttek, ha csak az indulók számát és nemzetiségét nézzük.